Stop 5000. Eltörölné a kötelező kamarai hozzájárulást Lukács László György. 44 nap és városnapja. Hamarosan elkészül a végleges program. A jövő óvónői. Új képzés indul a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója március 13-án szerdán. Jönnek a részletek. Aláírást gyűjtött Nagykanizsán Lukács László György, a Jobbik Konzervatívok frakció vezetője, az 5000 forintos kamarai hozzájárulás eltörléséért. A politikus hangsúlyozta, a vállalkozók semmit nem kapnak a pénzükért, ráadásul akkor sem segítette őket a kormány és a kamara, amikor a Covid-válság miatt nehéz helyzetbe kerültek. A népszavazás kötelező kiírásához 120 nap alatt legalább 200 000 aláírásra van szükség. A vásárcsarnoknál gyűjtötték ma a voksokat a konzervatív párt képviselői. Mint azt Lukács László György hangsúlyozta, a kereskedelmi és iparkamara a kötelező befizetésből összesen 5,2 milliárd forintot szed be. Ennek azonban jelentős részét felesleges luxuscikkekre veri el a vállalkozók támogatása helyett. 230 millió forintot szereznek olyan chatbotot, ami pár 10 euróért elérhető a piacon, vagy vannak luxus autóik, amelyeket használnak, de hogy paraglászónak miből futja egy 10 milliós órára, az is egyébként megérne egy misét. Összességében nem csak az 5000 forint itt a kérdés, hanem az a hozzáállás, amit a kamara a vállalkozók irányába tanúsít. Ezen is változtatni kell, az emberek az aláírásukkal nem csak szimplán ennek az eltörlését tudják megüzenni, hogy nem tartják helyesnek, hogy 5000 forintot minden évben beszednek tőlük, hanem az, hogy a kamarának milyen legyen a hozzáállása. Berta Krisztián több vállalkozó és könyvelő ismerősét is megkereste a felhívással, akik mind egyetértettek a törléssel. A politikus hangsúlyozta, ez semmi más, mint egy értelmetlen sarc. Arról a lehúzásról és sarcolásról, hogy gyakorlatilag ők ezért semmilyen szolgáltatást nem kapnak. Jó tény, hogy itt Kanizsán próbálkozik a kamara ilyen-olyan rendezvényekkel, lehívnak kormánypárti politikusokat, akik azt mondják, hogy Nagykanizsa milyen jó helyen van, és hogy hú, de szuper. Aztán ebből nem kamatozik semmi. Az ő nem a kamara, hanem a kormánypárti politikusok teszethosszasága miatt. De a vállalkozókra visszatérve, tényleg ezen kívül nagyon ők nem sok mindent kapnak a kamarától. Az aláírási szándékot már online is lehet jelezni a kezdeményezés saját honlapján. Lukács László György azt is kiemelte, egyre több szakmai csoport támogatja a Stop 5000-et. A politikus interjúnkban utalt Parlag László azon esetére is, amikor a kamara elnöke egy 11,5 milliós Rolexet viselve nyilatkozta azt, hogy a tanároknak a fizetésük mellett ott a szabad nyár. Április 26-án és 27-én rendezik az idei városnapját az Erzsébet téren. A programkavalkádot, amelynek néhány fellépőjét már bejelentették, idén is a Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület szervezi. A helyi kulturális központ és az egyesület a 2022-es és a tavalyi város napját, valamint az előző évi Dödölle fesztivált is közösen bonyolította le. Kovácsné Mikola Mária úgy fogalmazott, egy összeszokott szervező gárda felel idén is a programokért. Az első napon az Ed Phillips and the Memphis Petrol zenekar mellett a Blaha Louisiana és a Margaret Island lép fel, még szombaton a Mobile Box, a Honey Best és a Hooligan szórakoztatja a város főterén a közönséget. Az előző évektől eltérően idén nem csak az Erzsébet tér szolgál majd az események színhelyéül. A Magyar Plakátház és a Kiskastély hátsó udvarán a füves területen is lesz egy kisebb színpadunk, ezáltal is egy kicsit nagyobb repertoárt tudunk biztosítani, hiszen ugye a nagy együtteseknek a műszaki technikai beállása miatt esetenként szünet kellett, hogy a színpadon beálljon a nagy színpadon. Ezt most kiküszöböljük azzal, hogy a kisebb színpadunkon is teret és lehetőséget biztosítunk, elsősorban a helyi fellépők számára. A KKK igazgatója kiemelte, amint megkapták az ajánlattételt a szervezésre, azonnal nekiláttak a közös munkának, amelynek tervezési folyamata már a 2023-as esemény után elkezdődött.
Gőzerővel készülünk már természetesen. Itt a kulisszák mögött zajlanak az előkészületek, szerződéskötések, az infrastruktúra megszervezése, leszervezése, és hát tulajdonképpen minden fellépővel az egyeztetés. Kovácsné Mikola Mária hozzátette, terveik szerint az idei városnapja teljes műsorát két héten belül megismerheti majd a közönség. Okleveles óvodai nevelőtechnikus képzés indul a következő tanévben a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. A szakmai program négy másik intézmény együttműködésével közösen kidolgozás alatt áll. A részletekről a mai sajtótájékoztatón számoltak be az érintettek. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a múlt héten írt alá együttműködési megállapodást a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karával. Eszerint okleveles óvodai nevelő technikus képzés indulhat a következő tanévtől a Kanizsai Centrumban, mondta el Bene Csaba. Az oklevelek megszerzése után a tanulók bizonyos kreditek beszámításával csökkentett idejű egyetemi képzésben vehetnek részt. Természetesen ez nem önmagában nézendő, nem csak az iskola szempontjából, illetve a centrum szempontjából fontos, hanem a munkaerőpiaci helyzetet tekintve is nem véletlenül került be ez a technikus képzés a pedagógiai ágazati képzésben, mert a munkaerőpiacról azok a visszajelzések érkeztek, hogy óriási hiány van a nevelő tekintetében az óvodákban, és nagyon fontos lenne, hogy a legkisebbekkel szakképzett emberek foglalkozzanak, és azok a diákok, akik ezt a pályát választják, azok egy egyenes úton juthassanak el akár a legmagasabb fokú végzettséghez, ami óvodában szükséges. Ahhoz, hogy egy iskola el tudja indítani a programot, a fenntartó minisztérium engedélye és egy partner intézmény is szükséges, ismertette a hátteret Anda Zoltán, a Kanizsai Centrum főigazgatója. Kell találnunk egy olyan partnert, egy egyetemet, akivel közösen ki tudjuk dolgozni azokat azt a szakmai programot, ahol összehasonlítjuk a mi szakmai programunkat az egyetemnek a programjával, megnézzük, hogy mi az, ami közös, amit be lehet számítani, mi az, amit esetleg még be kell emelni a technikus oktatásba, és ekkor majd ki fog derülni még a nyár folyamán, hogy mennyi az a kreditmennyiség, amit azok a tanulók meg fognak kapni, akik sikeresen elvégzik ezt a technikus képzést. A képzés a Nagykanizsai Szakképzési Centrum cserháti tagintézményében indul, a tervek szerint a következő tanévben. Addig viszont még sok munka vár a projektben résztvevőkre, árulta el Péter Váriné Kis Sarolta a mai sajtótájékoztatón. Az öt ebben a projektben résztvevő szakképzési centrum megkezdte már a közös munkát. Először a tantervi háló készül el, aztán a tananyagtartalmak egyeztetése, és hát végső formába öntés, hogy melyek azok a kreditek, melyek azok a tananyagtartalmak, amelyek az egyetem el tud fogadni, és beszámításra kerülnek a gyerekeknél. Az imént említett programon a Kanizsai Intézmény, a Tatabányai, a Győri, a Soproni és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumokkal dolgozik együtt a következő hónapokban a tanév megkezdéséig. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Interaktív megemlékezés. Rendhagyó volt a március 15-i ünnep a Kiskanizsai iskolában. Budaházi 70. Születésnapi tárlat nyílt a Magyar Plakátházban. Interaktív módon emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra a Kiskanizsai általános iskolában. Az ünnepség részeként lovas és gyalogos huszár bemutató, néptánc előadás, valamint a kórhű Budapest megelevenített, forradalomhoz kötődő helyszínei is várták a diákokat. Minden nap fontosnak tartjuk a nemzeti értékek ápolását, de különös figyelmet szentelünk ezeknek az eseményeknek. Kezdte Molnár István intézményvezető. Úgy látják, a hagyományos ünnepségek helyett az általános iskolás korosztály gyermekei sokkal fogékonyabbak az interaktív formájú megemlékezésekre, hiszen így igazi élmény maradhat számukra. A szervezésben és a kivitelezésben nem csak az iskola dolgozói és tanulói, de a szülők is részt vettek. Itt azért sokkal többen vesznek részt, mint egy átlagos ünnepélyen, hagyományosan néhányan vesznek részt, itt pedig, amit látható, az énekkartól elkezdve
5-6-7 helyszínen lesznek a programok, tehát az egész iskola meg van mozgatva. És hát olyan érdekes helyszínek vannak, mint a Pilvax kávéház, meg gondolom, erről a kolléganő beszélt, aztán táncház lesz itt, aztán Táncsics kiszabadítása, 12 pontnak a kinyomtatása, tehát minden olyan helyszínek, ahova, amit a gyerekek élveznek. Az esemény szervezésének nagy részét Hosszú Ágnes, az iskola pedagógusa vállalta magára, aki számos különböző témát öltöztetett már hasonló köntösbe az iskola falain belül. Elmondta, a korábbi években már próbálkoztak például a Pilvax kávéház ötletével, teljes formájában azonban idén először sikerült létrehozni a rendezvényt. Kitaláltuk, hogy a tornatermünk lesz Pest Buda, és a 15. eseményeket itt elevenítettük meg a helyszínek szerint. Tehát Pilvax kávéház, egyetemek, Landerer Heckenász nyomda, helytartó tanács, várbörtön, és hát természetesen a Nemzeti Színház, ahol a díszelőadás a bánkban ment. Különlegesség még az, hogy a gyermekeink korhűviseletet vettek, és néhány tanár is beöltözött korhűviseletben, mint holleányok és honférfiak természetesen. Az eredeti tervek szerint a kanizsai császár huszárok lovas bemutatóval várták volna a gyerekeket, ez az időjárási körülmények miatt azonban egy kicsit átalakult. A nap folyamán a Szikrák táncegyüttes előadása, valamint táncház is színesítette az ünnepi programot. Körösi Csoma Sándor megyei szövegértő versenyt tartottak kedd délután a körösi iskolában. A több évtizedes hagyományra visszatekintő megmérettetésre idén 28 iskolából 200 diák nevezett. A szövegértés egy olyan kompetencia, ami minden tantárgy alapjának számít, hangsúlyozta Molnár Gábor intézményvezető. Az iskolában csaknem 20 éve szervezik meg a versenyt, aminek feladatlapjait a Zalaegerszegi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói állították össze. Molnár Gábor hozzátette, szerencsére egyre több diákot érdekel a szövegértés, ez az iskola szellemiségének, illetve szakmai programjának is köszönhető. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen minden tantárgynál fontos, hogy a gyerek megértse a feladatokat. Matematikából és magyarból is az óraszámunkat, amennyire tudtuk, a legmagasabbra emelte a tantestület. Figyelünk arra is, a kompetenciamérésre, illetve a középiskolai továbbtanulásnál is, hogy a gyerekek teljes mértékben minden segítséget megkapjanak kollégáinktól. A feladatsorok megoldására 50 perc állt a diákok rendelkezésére. Györgyné Bergman Hajnalka először vette kezébe az intézményen belüli szervezést. Ebbe tartozik például az iskolák kiértesítése, a tanulók és a termek elosztása, valamint a feladatlapok csoportosítása. A pedagógus hozzátette, sok időt és munkát fordítottak arra, hogy az intézmény diákjai minél eredményesebbek lehessenek a megmérettetésen. Természetesen minél több szövegértő feladatlap megoldásával, sok esetben úgy trenírozni, hogy akár időre megoldani ezeket a feladatlapokat, különböző típusú feladatokat, tehát a szövegesen túl a menetrendeken keresztül egy plakáton át sok minden szerepelhet ilyen versenyekben, de a hétköznapok a legnagyobb megmérettetői a gyerekeknek és a felnőtteknek is egyébként. A verseny eredmény hirdetésére április 9-én 14 órakor kerül sor az intézményben. Budaházi 70 címmel nyílt kiállítás kedden a Magyar Plakátházban. A tárlat Budaházi Tibor festőművész 70. születésnapjához kapcsolódik, és az alkotó munkásságának legfontosabb mozzanatait foglalja össze. Egy kiállítás sorozat első állomásaként mutatkozik be Kanizsán a Munkácsi díjas művész életútját összefoglaló gyűjtemény. A megnyitó a zeneiskola tanárainak előadásával kezdődött, majd Balogh László polgármester köszöntötte az alkotót 70. születésnapja alkalmából. Száras Csilla elmondta, Budaházi Tibor és a Túri György Múzeum kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza, így külön öröm számukra ez az esemény. Ami a kanizsai kötődést illeti, hiszen ő Zalaegerszegen él, nagyon fontos, hogy ő itt a plakátházban meg szokott jelenni kiállítás megnyitókon, mind a Ludwig Nemzetközi Művésztelep, mint pedig a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesületének a kiállításait, mint festőművész látogatja, és a kapcsolat a Turi György Múzeum és a művész úr között is innen van, innen datálódik, és most örömmel valósíthatjuk meg ezt a kiállítást, ami az ő 70. születésnapja előtt is tiszteleg. A megnyitón Kostyán László művészettörténész az alkotó jelentőségét hangsúlyozta a kortárs művészetben. Úgy fogalmazott, Budaházi Tibor a munkáival közel hozza a mai emberhez a keresztény szimbólumokat, hiszen nem a hagyományos formavilágot alkalmazza.
Azok a jelképek, amelyek megjelennek nála, azok mindig mélyebb tartalommal bírnak. Érdemes megállni a képei előtt, hiszen a írás, a geometrikus jelek, mint a háromszög, a álló vagy a félig döntött kereszt, az András kereszt, a kör, azok mind-mind szakrális utalásokkal bírnak, de ugyanúgy a szent figurák, amelyek nagyon gyakran multiplikálva jelennek meg, sorozatban jelennek meg, ezeknek mind olyan transzcendens utalásai és tartalmai vannak, amelyek teljesen bibliai alapon állnak. Soha nem lettem volna festő, hanem faluban születtem volna, idézte fel életútjának kezdetét Budaházy Tibor. A festőművész kiemelte, szülőfaluja, Kőszegremete nagy hatással volt a művészetére, hiszen számos híres alkotó származik onnan. Hozzátette, ez a kiállítás a pályája legmeghatározóbb részleteit mutatja be. Egy irányelvem van az, hogy szabadon tudjak dolgozni. Tehát eléggé öntörvényű ember vagyok, mások is annak tartanak, tehát én úgy szeretem ezeket a dolgokat csinálni, hogy látszódjanak ezek a munkák, akármennyit szenvedek én még megcsinálom, de úgy olyannak tűnjenek ezek a munkák, meg azt sugározzák, hogy ezek könnyedek, nem izzadságszagúak, hanem szépek, pont ami fontos a művészetben szerintem, hogy legyen benne meg a harmónia. A kiállítás május közepéig látogatható, 2-től szombatig, 10 és 17 óra között a Magyar Plakátházban, míg március 15-én ingyenesen megtekinthető. A témával bővebben foglalkozunk kulturális magazinműsorunk későbbi adásában. Dupla kötet bemutatót tartottak kedd délután a Honvéd Kaszinóban. A Pannonia Kulturális Egyesület és a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közös szervezésében. Az esten Bence Lajos, Egyszer én is, valamint Szemes Péter, Csillag térkép című alkotása kapta a főszerepet. Az eseményre több neves vendég is meghívást kapott, például Halász Albert költő, aki moderátorként működött közre a délután során. A megnyitó részeként Balog László, Nagykanizsa polgármester is készült laudációval, amiben hangsúlyozta a határokon túli művészek anyországbeli nélkülözhetetlen fontosságát, valamint a zalai és muravidéki irodalmárok örökségét. Jelképesnek érzem két alkotó, Bence Lajos muravidéki és Szemes Péter zalai, író-költők, irodalmárok munkásságának leírására, és teljességében a Pannon szelleme déli géniuszára is, vagyis a történelmi Magyarország ez sokáig összetartozó vidékének, kultúrájának a láttatására is, melynek a mai könyvbemutató est főszereplői maguk is építő részei és részesei. Nélkülük bizonyosan szárazabb és sekélyebb lenne vidék kultúrája, hiszen a kultúra az, ami otthonunká teszi szülőföldünket. Bence Lajos egészen fiatalon indult el az írói pályán, legelső művei még Petőfi stílusát idézték. Középiskolás korában azonban a pozitív visszajelzések hatására elkezdte keresni saját írói mivoltát. Az élet az újságírás felé sodorta, így ismerkedett meg azzal a műfajjal, amiben jelenleg is tevékenykedik. A most bemutatott kötet a rövid, személyes történetek csokorba szedett válogatásába tartozik. Az itt megjelenő rövid novellák legtöbbje még a koronavírus járvány alatt született, az író egy színész barátjának bíztatására. Írd még a gyermekkori dolgaidat is, a csínytevéseket, az első szerelmet, hogyan volt az, amikor még minden tényleg olyan volt, amilyennek kellett lenni a gyerekkor, az mindenkinek az életébe gondolom. Ilyen én még paraszt gyerek voltam, falusi gyerek voltam, és az meg egy óriási édeni dolog volt. Bár parasztok voltunk, néha azért befogtak munkálkodni, dolgozni is, de nagyon élveztem minden mozzanatát a paraszt életnek és a gyerekkornak. Az író úgy véli, szövegeinek sokszínűsége és könnyen érthetősége miatt minden korosztály megtalálhatja közülük a számára szórakoztatót. Az est részeként a bemutató kötetekből részleteket is hallhatott a közönség Antal Gergő tolmácsolásában. Ha sokat kell dagasztani, keverni, a rossz dagasztásnak ellenálló krumpli és a gyorsan csomósodó liszt galacsinok és
a masszából kimeredő golyó maradványok riasztó látvány miatt. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Stop 5000! Eltörölné a kötelező kamarai hozzájárulást Lukács László György. 44 nap és városnapja. Hamarosan elkészül a végleges program. A jövő óvónői. Új képzés indul a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 13-án szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a kibeszélő Tar Mihállyal és vendégeivel. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!